A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Köszöntöm az ünnepi beszélgetések nézőit, hiszen folytatódik a sorozatunk, amelyben így advent karácsony előtt, advent idején elbeszélgetünk arról, hogy mi minden történt ebben az esztendőben, és némi útravalót adunk karácsonyra, illetve 2023-ra. Vendégem Berze János református lelkész, Budai úti református egyházközség vezetése. Nevében tisztelettel köszöntelek, szervusz! Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! No, hát december 21-ét írunk, még van időnk karácsonyig egy kicsit elgondolkodni. Én azt gondolom, hogy fontos, hogy beszéljünk erről az esztendőről, hiszen a tavalyi év, illetve az előző év is az online térbe zajlott zömében a koronavírus járvány okán, így aztán kicsit más volt. Én azt gondolom, hogy a közösségi létnek viszont, a közösségi lét az alapja a hitnek is bizonyos értelemben, és ebben pedig mindenképpen élen jár a Budai úti református egyházközség. Nézzük meg, hogy az elmúlt év online karácsonya után mi minden történt, hiszen én azt gondolom, hogy a közösségi élmény, a találkozók, ahogy már mondtam, a család szerepe ilyenkor felértékelődik mindenképpen. Igen, köszönöm a kérdést. Hát valóban ez a év más volt már, hála Istennek, mint az előzőek. Mi mindig azt szoktuk mondani, hogy egy nyitott családbarát közösség vagyunk, és bizony nagyon nehéz volt az online időszak, nem tudtunk megélni a közösséget, a csoportok, különböző kis csoportok nem tudtak találkozni. Úgyhogy ilyen szempontból tényleg egy új év volt ez számunkra. Több nyári táborunk is volt, illetve a Budai úti zenésesték koncertsorozatunkat is újra el tudtuk indítani. Ami nekünk az első volt az életünkben, a nyári többgenerációs nagytábor, hiszen korábban közösen a Széchenyi úti közösséggel voltunk, most voltunk először önállóan Nagybörzsönyben. Azt a címet adtuk neki, hogy jó hír egy vészterhes világban, tehát a Biblia ehhez kapcsolódó üzeneteit jártuk körül, tanultunk, úgyhogy hát ezeket emelném ki. Egy kicsit, igen, ezekről majd részletesen beszélünk. Ugye említetted, hogy most már az idén ez volt az első teljes év, amikor a Széchenyi úti közösségtől különválva. Ez a második. Illetve a második év. Az első az ilyen értelemben tanuló év volt. Hogy fogadták a hívők egyébként? Megerősítést jelentett nekik? Hiszen azért ugye a város két különböző pontján van. Igen. Tulajdonképpen a Budai úti közösség megalapításától fogva az volt a cél, hogy egy gyülekezet alapuljon. Most anélkül, hogy a múltat részletezném, én mióta itt vagyok, 13. éve vagyok Budai úton, én úgy éreztem mindig, hogy van egy vágy ebbe a közösségbe, hogy önállósodjon. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy egy régi vágyat töltöttünk be azzal, hogy önálló lett a gyülekezet. Tehát mondhatom nyugodtan, hogy nagy többség nagyon jól fogadta ezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem ápoljuk a kapcsolatot az anyagyülekezettel, a belváros közösséggel is jóban vagyunk. Nyilván fogunk majd közös programokat is tartani, hiszen együtt vagyunk a városban, a reformátusok, de az, hogy önálló anyaegyházközség lehettünk, önállóan szervezhetjük az életünket, ez egy hatalmas dolog volt, egy régi vágy teljesült be, amíg az alapító tagok vágya, szíve vágya, és aztán azóta csatlakozottak vágya teljesült be ezzel, hogy önállóak lettünk. Nagyon segítette ez a közösségi életünket, illetve azt is, hogy mindenki megtalálja a helyét a szolgálatban, valami részt vállaljon a
közösségi életben, vagy a szolgálatban a jótékonyság és az adakozás, a résztvállalás is nagyon, nagyon megugrott, hogy így fogalmazzak. Tehát mindenki érezte, érzi azt, hogy az tudjuk megvalósítani, amit mi teszünk össze, és ez nagyon aktivizálta a közösséget. Tehát ez látható a templomon, az udvaron, az új gyülekezeti házon, hogy annyi minden megtisztult, megszépült, tehát hogy látszik, hogy szorgos kezek dolgoznak, és hát ugyanígy nem csak a közösség, hanem a karitatív, szeretetszolgálati tevékenységünkben is fejlődtünk, azt mondhatom. Igen, akkor beszéljünk most a karitatív szeretetszolgálatról, hiszen ez az alapvetése, én azt gondolom, az egyház működésében minden olyan embernek, és hála Istennek azért sokan vagytok, igen, akik hasonlóan gondolkodnak, ami meghatározza a mindennapokat. Így van. Régóta volt egy kis kezdeményezésünk, úgy nevezzük ezt, hogy éléskamra program. Ez azt jelenti, hogy évente kétszer tartottunk két nagyobb tartós élelmiszergyűjtési kampányt, amit szétosztottunk a velünk kapcsolatban lévő szegény családoknak, időseknek, rászorulóknak, illetve célzottan a két református intézmény rászoruló családjainak. Ez kis kezdemény volt, ez fejlődik évről évre, aztán kiegészült azzal, hogy lehetett pénzadományt is elhelyezni, és abból ajándékutalványt vettünk, és akkor nem csak tartós élelmiszer, hanem ajándékutalvány is került a csomagokban. Ugye az idei év az ukrán háború miatt azért volt más, mert ugye az első fél évi kampányunk az tulajdonképpen kitöltötte az ukrajnai háború menekültjeinek, illetve a kezdetben a határa küldött adományokkal. Ebbe csatlakoztunk a fehérvári kezdeményezéshez az önkormányzattal, illetve a vidi szurkolói körrel közös, illetve képviselőkkel közösen mi is, tehát ahhoz a szállítmányhoz adtuk oda a mi nálunk összegyűlt adományokat. Későbbiekben, ahogy ugye a határon a helyzet normalizálódott, stabilizálódott, azóta arra buzdítjuk a közösséget, hogy református szeretetszolgálatnak a honlapján, a jobbadni.hu-n keresztül adakozzanak az ukrajnai háborúra. Úgyhogy most az advent előtti vagy karácsony előtti kampányunkban újra a saját fehérvári belső rászorulóinknak juttatjuk el az adományokat. Ilyenkor megérthetjük, főleg az online tért követően, hogy a család szerepe milyen fontos. Mennyit változott az idénre ez, hiszen ez azt gondolom egyik oldalról megerősítés, hiszen a közösségi élmény családban az teljesen más a hitéletben is. Ez így van. Én azt gondolom, hogy a család mindig nagyon fontos, valóban a társadalom meg a hitéletnek is az alap egysége, alkotó pillére a család. Nagyon érdekes, hogy változott a családok helyzete a Covid alatt és azóta. Én magam azt gondoltam, hogy a Covid alatt még jobban összekovácsolódnak a családok, hiszen több időt tölthetnek együtt. Hála Istennek valóban volt több család, ahol ez a karantén, otthonlét, home office, ez hogy szép hozta a családot, viszont azt is látjuk, hogy vannak családok, amiben feszültségek jöttek elő, házassági problémák jöttek elő, nem hogy közeledtek, hanem távolodtak egymástól a házastársak, úgyhogy kettős ennek úgymond a következménye ennek az elmúlt éveknek, úgyhogy a lelki gondozói tevékenység is átalakult és növekedett, tehát nagyon sok család, házaspár igényli azt, hogy segítsük őket rendezni a kapcsolatukat, az életüket. Én azt látom, hogy sajnos az addikciók is megerősödtek ebben az időszakban, hiszen ugye nyomás, feszültség volt az embereken, és ilyenkor a szenvedélybetegségek sajnos még széles körben jobban terjednek.
Tehát ilyen területeken is próbálunk segítséget nyújtani, akik szabadulni szeretnének. Nem könnyű helyzet volt ezek az évek, tehát valóban ez az év egy fellélegzés, de hát ugye itt van az újabb nyomás rajtunk, ez a háború és recesszió, gazdasági válság, úgyhogy ezek a lelki gondozói helyzetek nem csökkentek, hanem növekedtek. Tehát nagyon fontos az egyéni lelki segítségnyújtás is. Igen, hát a bensőséges hangulat ezt meghatározza, én azt hiszem, ami a református egyházra és a budai útra is jellemző. Ugye beszéltünk a több generációs táborról, ez teli találat, mondom én, a cím az fantasztikus, jó hír ma a Vészterhes, egy Vészterhes világban program keretében, mert fontos, hogy a töpörtyüktől a nagyocskákon át az időskorúakig egy közösségben, egy közösséget alkotva gondoskodhassanak a lelki életükről. Mi az alapja egy ilyen tábornak? Azon túl, amit most itt gyorsan felvázoltunk. Hát mondhatom, hogy egy régi hagyományt vettünk át, vagy folytattunk, hiszen ugye a Széchenyi úti közösséggel közösen jártunk eddig, és megtapasztaltuk, hogy ez milyen jó, milyen nagy áldások vannak benne. És így, hogy külön tartottunk most ebben az évben, így sokkal-sokkal többen jöttek el a budai úti közösségből, tényleg teltházat csináltunk, és mindenkinek nagyon nagy megtapasztalás volt, hogy mint egy nagy család, mint Isten nagy családja nyaraltunk együtt, hiszen nem csak lelki gyakorlat volt ez, főleg a délelőtti órákban voltak a lelki gyakorlatok, előadás, áhítat, ima közösség, csoportbeszélgetés, ahol a főcím alatti témákat vettük napról napra. Úgyhogy valóban teli találat volt a jó hír egy vészterhes világban téma, de délutánonként volt szabad program, volt pihenés, egyéni program lehetőség, illetve szervezett kirándulások is, úgyhogy mondhatom, hogy a vártnál sokkal többen jöttek el, és sokkal lelkesebbek voltak, mint gondoltam, úgyhogy már a tábor végén leszögezték, hogy jövőre is menjünk, és ugyanide jöjjünk, úgyhogy készülünk 2023-ban is erre a táborra. Nagyon fontos a közösségi létben nyilván az együttlét, de mit tud nyújtani a református egyház a magányosoknak? Hiszen ez mindig óvatatlan is szóba kerül esztendőről esztendőre. Itt elsősorban az időskorúakat értem. Igen. Ez alatt, akiket már nem vesz körül család, és egyedül pedig valljuk meg, hogy nehezen boldogulnak. Nem csak a hétköznapi létben, és ebben nyilván az egyház azért nagyon komoly segítséget tud nyújtani. Köszönöm a kérdést, nagyon jó kérdés, nagyon fontos terület, amire szintén az elmúlt évek, meg a jelenlegi megváltozott helyzet is rávilágított. A közösségünkön is belül is elindult egy idős gondozó szolgálat, akik telefonon személyesen megkeresik az időseinket, hiszen valóban olyan sok szívszorító helyzet van, hogy valaki évtizedeken át az egyház tagja volt, netán még tisztségviselő is volt, és áldozatot hozott az egyházért, és idős korára nem hogy a családja, hanem az egyháza is magára hagyja, és nem nyit rá senki más ajtót, csak a Jehova tanúi. Tehát láttuk, hogy ez, ebben lépnünk kell. Ugye a Covid helyzet hozta is, hogy megkeressük az időseinket, nagyon jól reagáltak erre, el is indult egy szolgálat, idős kapcsolattartó szolgálat önkéntesekkel. Ebből kialakult egy idős klub, ugye azok számára, akik azért be tudnak jönni alkalmanként, havonta egyszer egy ilyen beszélgetős találkozó klub alkalomra, akik nem tudnak jönni, azokat látogatók segítik a szükségeikben, bevásárlásban, vagy gyógyszerkiváltásban. Ez viszonylag kevés, erre még kevés az igény, mert a legtöbb esetben azért támogató család áll mögöttük, de nagyon-nagyon értékelik
a megkeresést, a kapcsolatot. Az országos egyháznak, tehát a Magyarországi Református Egyháznak egyébként van egy telefonos, internetes lelki segély szolgálata, sok magányos ezen keresztül kap segítséget, illetve útmutatást, hogy esetleg hol tud találni közösséget, ahova bekapcsolódhat. Az egyházközségünk látja el a kórház lelkészi szolgálatot is, a Fejér megyei Szent György kórházban, itt Székesfehérváron. Ludwig Nézsei Szilvia beosztott lelki pásztor a kinevezett kórház lelkész, ő rajta keresztül is sok beteg, magányos kap segítséget, illetve tud kapcsolódni a gyülekezethez, ha szeretne. Ez annál is inkább fontos, mert meggyőződésem, és szerintem minden józanul gondolkodó ember, és nem csak a hittel élők gondolja úgy, hogy a hétköznapok ugyanannyira fontosak, mint az ünnepek. És mi óhatatlanul is mindig az ünnepkör kapcsán beszélgetünk, és nyilván az advent ideje, ezt rá is szolgálunk, hogy advent idején kiemelten kezeljük ezt az időszakot, ugyanakkor a hétköznapok teszik ünneppé. Akár a hétköznapot is. És úgy látom, és azt ugye megtapasztaltuk már számtalanszor, hogy a Református Egyházközség a Budai úton jó úton jár ebben. Annál is inkább mondom ezt, hiszen az adventhez megérkezve hadd mondjak egy rövid Böjte Csaba idézetet, ami azért kellően játékos, ahhoz viszont komoly, hogy azért tudjuk, hogy miről is van szó. Jézus Krisztus karácsonykor nem egy csomó mennyei kütyűvel jött közénk. Hozhatott volna Józsefnek láncfűrészt, Máriának habverőt, helyett ő maga volt az ajándék. Én azt hiszem, hogy ebben a játékos formában is Csaba testvérnek igaza van abszolút. No, gyermekek karácsonyi indulásról a 18. alkalommal rendeztétek meg. Azt hiszem, hogy ez egy olyan pillanat minden egyes szülőnek, nagyszülőnek és rád, és természetesen a gyermeknek, ami példát ritkítja. Igen, egyetértek a Csaba testvér üzenetével, valóban Jézus maga az ajándék számunkra, és hát ugye az egyháznak ez a célja, hogy Jézust hozza, Jézus érkezhessen a szívekbe és a családokba a szolgálatunk által. A magányosokhoz csak egy pillanatra visszacsatolva, ezért is fejlesszük a gyülekezeten belül a kis csoportokat, férfi csoport, női csoport, ugye idősek klubja, hogy minél több felület legyen, ahol tudnak magányosok csatlakozni egy kisebb csoporthoz, ahol barátokra találnak. És visszakanyarodva a gyerekekhez, nyilván ugyanez a célunk a családok felé, hogy a hitoktatáson keresztül nem csak a gyermekeket, hanem a szüleiket is, nagyszüleiket is hívogatjuk a közösségbe, és nincs is jobb meghívó, mint egy gyermek, aki eljön a gyermekek karácsonyára, hozza a szüleit és a nagyszülőket, akik büszkék rá, különösen akkor, hogyha még a műsorban szerepel is. Úgyhogy valóban ezek valóban nagy létszámú, nagy ünnepek, nagy örömünnepek, csodálatos látni, amikor több mint 100 gyermek kiáll a templom a szószék körül erre a kis szinteltolásra, és elénekelnek közösen egy éneket, karácsony éneket, olyan, mint egy angyali kar a mennyben, olyan jól mutat, és nagy fenyőfa mellett. Úgyhogy örülünk is annak, hogy a körzetünkhöz tartozó két iskola szereti a templomunkat, és a iskolai karácsonyukat is itt tartják. Holnap a Comenius két tanítási nyelvi iskola fogja az iskolai koncertjét és karácsonyát tartani, és ugyanígy az Entai úti általános iskola két évente nálunk tartja, ők is a mi templomunkba szoktak jönni. Ezeken is én ott szoktam lenni, mindig kapok egy röviden szót, hogy köszöntsem a szülőket,
tényleg nagyon jó az együttműködés, és próbáljuk támogatni egymást, és különösen hálásak, hogy van egy templom, még ha nincs is fölfűtve melegre, de ahol befogadják őket karácsonyi műsorra, hiszen manapság már ez is egy nagy kincs, ha van egy fűtött hely, ahol igen, megtarthatnak egy alkalmat. Úgyhogy a hitoktatás mellett természetesen gyermekeknek is vannak a gyülekezetben is csoportjaik, ugye a gyermekisten tiszteletek, amik a vasárnapi 10 órási nagyisten tisztelettel párhuzamosan folynak, ovisoknak, iskolásoknak és kisiskolásoknak és felső tagozatosoknak, ők is szeretnek a gyülekezetben járni. No. A adventi jótékonysági estről kell, hogy szó essék röviden természetesen. Ez ismét egy olyan est volt Prekrit Juditnak köszönhetően, ahol az ökumené mindent vitt. Én, tehát játékosan fogalmazom meg, én azt hiszem, hogy ez azt a fajta méltóságot, amit egy ilyen est jótékonysági est címén sugall, azt nehéz felülmúlni. Ez nagyon-nagyon fontos volt. Ugye itt volt a református püspök helyettessel beszélgettünk, aki azt mondta, hogy meghatottan mondta, hogy ez számára is egy különleges esemény. És hála Istennek most már ugye Spányanta és Steinbach József református püspökök támogatásával ez esztendőről esztendőre megvalósulhat. Te miként érted meg? Hát hála Istennek, mióta a Székesfehérváron vagyok, minden évben el tudtam menni a jótékonysági estre, és bátran mondhatom, hogy nem csak azért megyek, mert illik ott lennem, hanem azért, mert valóban ez egy olyan esemény, ahol valóban emelkedik a szívünk az Úrhoz, meg nyílik a szívünk egymás felé. Úgyhogy én is ezt éltem át, hogy valóban az ökumené légköre hatja ezt át. Püspök helyettes úr erőször volt körünkbe, ő is ezt megérezte. Steinbach püspök úr is, amikor tud, mindig jön. Ő is nagy támogatója, fővédnöke ugye ennek a rendezvénynek. Azt hiszem nem kell mondanom, hogy Juditnak ez egy egész éves szervező, koordináló munkája, mire összeáll ez a műsor és a támogatóknak a köre. Tehát ez elképesztő nagy háttérmunka van ez mögött, amit még én magam se látok, hanem csak a gyümölcsét tapasztalom. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez, hogy nem csak egyházanként, hanem együtt az ökumenében Krisztus hívő keresztjének együtt is tegyünk a világért, rászoruló intézményekért, közösségekért, és ugyanígy természetesen nagylelkű adakozókkal, akik nyilván több adakozó van, aki nem csak a támogatójegyet veszi meg, hanem egy nagyobb összeggel is támogatja a kitűzött célokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy olyan alkalom, hogy valóban nyílik a szívünk a jó hír, az örömhír felé ebben a vészterhes világban, hogy Jézus örömhírét tudjuk vinni és szélesíteni a szeretet közösséget, a segítséget, meg nyílik a szívünk egymás felé is, hiszen ilyenkor tényleg testvérként, barátként találkozunk az egyházak képviselőivel is. Milyen üzenet fogalmazható meg 2022-ben, úgy, ahogy te fogalmaztál ebben a vészterhes világban Jézus születése napján? Hát a legjobb hír, hogy Isten karaktere, személyisége nem változik. Ő ugyanaz, aki volt, ugyanaz, aki most van, és ugyanaz lesz, aki volt. Tehát az ő mellénk álló, szerető közössége, az a jövőben is a miénk. Ugye Jézus azért jött, hogy ebben megerősítsen bennünket, hogy Isten szeret, és a legjobbat akarja az életünkbe. Még akkor is, hogyha ebben a szabadságnak, ebben a típusú világában, ahol az ember visszaél a szabadságával, és sok nyomorúságot hoz a világnak és magának, háborúkat, járványokat, igazságtalanságot és kizsákmányolást, de mondhatnánk, hogy egy szabad világ nem is lehet más,
Isten bizonyára bölcsen tervezte, hogy egy ilyen szabad világot adott nekünk, ahol meg kell tanulnunk a leckénket, meg kell tanulnunk szeretni, mégpedig önkéntesen, nem kényszer, vagy nem programozott módon szeretni Istent, szeretni egymást, és szeretni a saját életünket is, hiszen ő nem csak adta az életet, hanem önmagát adta a mi segítőnkül. És ugye ez a karácsony üzenete olyan csodálatos arra tekinteni, hogy Jézus születése ketté osztotta a történelmet. Tehát Jézus születése előtt nem csak időszámításunk előtt volt, ugye, vagy az a időszakot, hogy így nevezzük, hanem az a proféciák, a jóslatok, a jövendőléseknek az ideje volt, és ugye Jézus születése óta beteljesülések idejét éljük. Tehát ugye Jézus születésével közel 2000 éve ugye eljött a megváltó a földre, és közöttünk lakott, és láttuk az ő isteni dicsőségét, és ugye a kezünkbe adta az örömhírt, a megváltás öröm üzenetét, hogy Istennel lehet új életet kezdeni, le lehet tenni a terheinket, a bűneinket, gyógyulhat az életünk, és nem csak, hogy másképp élhetünk, egy jó célok által vezérelt életet élhetünk, hanem a földi nyomorúságok, mert a nyomorúság egyetemes után örök életünk lehet. Tehát ez szerintem rendkívül nagy örömhír, hogy 2000 év óta a beteljesülések idejét éljük, hiszen 2000 év óta tartanak a végidők. Jézus azt mondta, hogy az utolsó idők azok elkezdődtek, és ugye annyi minden csodán túl vagyunk, ugye a testetöltésen, a karácsonyon, a kereszthalál, a feltámadás, a mennybemetel, a Szentlélek kitöltésének az idején, ugye Isten csodásan végzi a népek összegyűjtését, a nemzetközi missziót, amik ugye folynak a mai nap is ebben a vészterhes világban, hogy ezek teljesülnek be, ezek folynak, és hogy milyen lesz majd, mikor célba ér a megváltás, és megújul az ég és a föld. Tehát ez rendkívül izgalmas időszak szerintem. Így van. Ugye úgy szoktuk gondolni, hogy a végidők azok majd jönnek, lehet, hogy itt a 21. században, vagy később, de tulajdonképpen már most éljük a végidőket, de akik Isten gyermekei lettünk, ez nem egy negatív üzenet, hanem a beteljesülés korát éljük. Hát mindenkinek így kívánok áldott karácsonyt, hogy legyen beteljesülés, beteljesedés az életében, megelégedett élet, ahol lehet, hogy kicsit kevesebbünk lesz, de mindig lesz elég ahhoz, hogy boldog, beteljesült életünk legyen. Ezt kívánom szeretettel mindenkinek. Köszönjük szépen, és ez rajtunk múlik, az emberen. Kedves nézőink, ezt önök se felejtsék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Berze János református lelkész volt a vendégünk. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.